bejárt. Arca sápat, nem beszélhet. Hívja őt egy nap az öreg király. Hova mennél, szép leányom, gyere hozzá. Picit csatlakozhatok hozzád, Benny? Nagyon-nagyon szépen játszol, és a gitárod hangjának köszönhető az is, hogy életben maradtál, jól tudom? Így igaz, igen. Pontosan mi is történt veled, és hogyan sikerült a szívműtéted a Gift of Life segítségével? Hát valóban igaz az, hogy a gitárom által kerültem kapcsolatba a Rotaryval, és eznek segítségével tudtak megműteni, mivel a gitártanárom volt az, aki hozzáfordult egy magyarországi személyhez, aki majd felvette a kapcsolatot a Rotaryval, és ők is a gitározásaink és a fellépéseink által ismerték meg egymást. Azért a Hargita csúcsaitól Budapestig, illetve akár a Rotary központjáig, Chicagóig elég nagy a távolság. Valami mégis kellett hozzá. Az emberek jósága, vagy valóban a zene hangja, vagy pedig a szeretet hangja, lángja szólalt meg azokban, akik rajtad segítettek? Úgy gondolom, hogy a szeretet hangja, mivel a gitározásaink által több emberrel is kapcsolatot létesítettünk, és folyamatosan együtt vagyunk. Mesélj nekem, hol születtél, hol élsz, mit csinálsz? Én Szent Ábrahámon éltem, most Gagyban élek, Székelyudvarhelyen születtem. Csíkszeredában járok egyetemre, másodévvel végeztem, szociológia hallgató vagyok, és majd készülök az államvizsgára. Akkor jól gondoltam azt, hogy a Hargita csúcsairól érkeztél ide a Kurcapartra, Szentesre. Igen, igen. Mikor volt a műtéted? 2014. november 4-én. Addig mi mindenen mentél keresztül? Milyen érzésekkel élted az életedet, a mindennapjaidat? Fizikai fájdalmaim nem voltak, viszont folyamatosan a gondolataimban volt az, hogy valamikor túl kell esnem egy nagy beavatkozáson, nagy műtéten, és mindig a jövőmet is úgy terveztem, hogy ennek valamikor meg kell történnie. És volt benned ilyen gondolat is, hogy vagy életben maradok, vagy nem? Főleg kisebb koromban. Nekem a kisebb koromban mindig az volt, hogy inkább halasztom a műtétet, mert később akarok meghalni. Mindig ez volt, hogyha szívműtét, akkor abban biztos belehalok. Miért kellett ilyen sokáig várni? Ez egy nagyon költséges műtét, és ez az, amit finanszírozott a Gift of Life. Igen, hát elsősorban az anyagiak miatt, másodszorban pedig mi sem akartuk nagyon, édesanyám se, én se, féltünk nagyon, hogy mi fog történni, és hogyan fog sikerülni. Most hogy érzed magad? Mi volt a tegnapi kontrollon? Most tökéletesen jól vagyok, a kontrollon is azt mondták, hogy minden rendben, és ezzel folytathatom egészségesen az életemet. Amikor valaki esélyt kap az életben maradásra, nagyon nehéz szavakat találni a hála jeléül, amit ezúttal Berni a Rotarytól, a Gift of Life-tól kapott. Úgy érzem, hogy akkora nagy súlyú ez a köszönet, és akkora nagy súlyú ez a hála, amit érzek irántuk, hogy ismeretlen emberek, ismeretlen személyeknek úgy segítenek, hogy azt sem tudják, hogy ők ki az, mi a hátterük, hogy ezt ki sem lehet fejezni, de úgy gondolom, hogy majd a Jóisten nekik meghálálja, és én is amennyire tudom, megköszönöm nekik.